2018. november 1-től indul az új beiskolázási évhez kapcsolódó programsorozat a Nyíregyházi Egyetemen. Ennek első lépésével, vagyis a plakátokkal már az őszi szünet után találkozhatnak a középiskolás diákok. A következő program a már hagyományos nyílt nap, amit ezúttal november 7-én rendeznek meg. Itt részletes tájékoztatást kaphatnak az egyetem képzéseiről és programjairól a leendő hallgatók. Hamarosan egy új képzést is indít a felsőoktatási intézmény. Olyan 30 órás pedagógus továbbképzési programot sikerült akkreditálni a Nyíregyházi Egyetemnek, amelyet az új innovációs stúdión belül, keretein belül terében tudunk megtartani azoknak a pedagógusoknak, akik elsősorban felső tagozatban tanítanak, és a robotika iránt érdeklődnek. Ennek az első kurzusa, egyre a pilot kurzus november 9-10-i napokon indul, szervezés alatt van, tehát ez még nagyon új, és a honlapunkon fogjuk folyamatosan feltölteni azt az aloldalt, ahol majd a részletes információkat, a további pedagógus továbbképzési programjainkat, illetve az erre történő jelentkezést is meg tudjuk jeleníteni. A nyílt nap után november 28-án egy különleges élménynappal várják az érdeklődőket az egyetemre. Az intézmény oktatói nyitott tantermi órák keretében mutatják be a leendő hallgatóknak, hogy milyen az oktatás a Nyíregyházi Egyetemen. Az intézmény vezetése szabad kezet adott a hallgatói önkormányzati testületnek, akik így kiegészítő programokkal színesíthetik majd az élménynapot. Ilyen lesz például a Labor Gym által tartott harcművészeti bemutató, illetve egészséges táplálkozással kapcsolatos tájékoztató, valamint ezzel egybekötött ételkóstoló is. Szeretnénk olyan programokat megmutatni a leendő hallgatóknak, amelyek már folyamatában nálunk is zajlanak évekre visszamenőleg. Ilyen lesz például egy tagból és egy tagvolli bemutató, aminek már házi bajnoksága évek óta zajlik. Berendezünk egy fesztiválsarkot, rendezvénysarkot, ahol a hallgatói önkormányzati testület által szervezett rendezvények képsorozatai, videói láthatóak majd, illetve bármilyen információt kérhetnek ezekkel kapcsolatban. Emellett egy különleges idegenvezetést is szerveznek. Az egyetem egy adott pontjáról indulva bemutatják és végigjárják a tanulmányi épületeket, a kollégiumot, a hallgatói szertárklubot, a sportcsarnokot és a botanikus kertet is. Az élménynap keretein belül minden órában indul csoport idegenvezetői kísérettel.